mondok olyan szépen, mint a vikingek. Nem baj, egy nap megteszi. Következzék, Neil Gaiman, északi mitológia. Sziasztok, újra itt a csatornámban, szeretnék nektek beszélni egy kicsit. Neil Gaiman, az északi mitológia, az nélkül, szóval északi mitológia című kötetével. Be kell, hogy valljam, hogy mióta megjelent ez a regény, folyamatosan érdekelt, és nagyon sokszor már ott álltam, hogy én most megveszlek és hazaviszlek, de aztán végül valamiért sose sikerült. Most viszont sikerült Lia barátnőm segítségével megszerezném ezt a kötetet. Ugye Liával már volt egy videó a csatornán, linket találtok fent, úgyhogy ha van kedvetek, már tudjátok nézni. Visszatérve viszont végre sikerült megszereznem ezt a kötetet, és én nagyon-nagyon szeretem az északi mitológiát, a vikingeket, az Így neveld a sárkányadat, akkor bármilyen ilyen skandináv mitológiáról szóló történetet. Én nagyon örültem, hogy végre ez a kötet is a kezembe került, és elolvashattam. Ez igazából egy nagyon vékony kötet, mint ez látszik is, úgyhogy túl sok mindent majd nem tudok róla mesélni. Mindjárt megnézem, durván 200... 5 oldal. Nem olyan sok. Történet, vagyis történetek, mint a címéből adódik, az északi mitológia, azaz a skandináv mitológia világa körül forog. Ugye ide belevehetjük Odint, Thort, Lokit. Ők azok, akik rögtön azonnal ugye az embereknek eszébe jutnak, ahogy a skandináv mitológiáról kezdünk el beszélni. Igaz, hogy több isten és istenség is van Asgardban, viszont ők azok, akik úgymond elég sok személyi kultuszt kaptak, mint filmekben, mint mesében, mint bármilyen történetekben, és talán pont ezért nagyon sok mítosz is szól róluk. Ebben a kötetben Neil Gaiman összeszedett pár ilyen mítoszt, ami ugye az említett istenségekről szól, illetve vannak más istenek is, akik megjelennek a mítoszokban, de próbálja egy valahogy Neil Gaiman összeszedni úgy unblock a skandináv mitológiát, ahogy én észrevettem, tehát egy ilyen fontosabb részeket kiragadni belőle. Vegyük mondjuk azt, hogy meg hogy teremtődött meg Asgard, úgy az elején, meg a többi. Aztán egy-két ilyen rész, hogy milyen ott az élet, és a végén ugye jön a Ragnarök, azaz a világok, isteni világnak a pusztulása, és hogy az úgymond hogy történt. Igazából én az összes mítoszt, novellát élveztem. Nekem tetszettek, ugye különös mítikus világ van, van olyan, ami ilyen tanító jellem is akar lenni, van, amiken kicsit felháborodtam, hogy atyavilág, de ez miért? Ezt a kötetet egyébként ilyen 15 év felett már bátran ajánlom, mert szerintem elég mesés elemek is vannak ahhoz, hogy így el tudjuk olvasni. Akik szeretik az északi skandináv mitológiát, azoknak kötelező olvasmány. Akik az Így neveld a sárkányodat szeretik, azok is fogják élvezni. Vagy akik például az Avengersből, ugye a bosszúállókból, a Marvel filmekből, vagy Thort szeretik, ők is fogják élvezni. Ehhez mindjárt mondok valamit. És azok is, akik például a vikinges sorozatot szeretik, vagy szokták nézni. Úgyhogy én nagyon sok mindenkinek tudom azt mondani, hogy bátran olvassátok el, mert tényleg nem sok, 17 novelláról van szó, nem sok olvastatja magát, és mit látjátok, télen nem egy vastag kötet. Visszatérve, ha már a Marvel filmeket említettem, van egy olyan rész, vagyis hát egy említést, Thor le tudta kicsinyíteni egy pici apróra a Mjölnirt, és ez elég vicces lett volna, hogyha mondjuk a filmben megcsinálják, úgyhogy itt a nagy kalapács, itt a kicsi kalapács, és itt odaadják mondjuk, nem tudom, Thanosnak, hogy pici kalapács, úgyhogy igen, azon nagyon mosolyogtam ott valamelyik résznál. Legközelebb találkozunk egy Bookshelf túros videóban, addig is, hogyha tetszett nektek ez a videó, kérlek nyomjatok rá egy lájkot, hogy tudjam, hogy tetszett. Csak ellenére, hogy ilyen rövid ajánló lett, de minden esetre köszönöm szépen, hogy itt voltatok és megnéztétek. Legközelebb Bookshelf túros videóval jelentkezek, addig is vigyázzatok magatokra. Sziasztok! Hiasz voltam!